Magyar eredetű szó, jelentése lassan lépegetve jár. Eszerint a ballagás nem az, amikor reggel rohan az ember, hisz hogy újra baleset volt, ki is hinné már el. A ballagás nem az, mikor az utolsó faknak is vége, és elhúzzuk a csíkot, hogy hazaérjünk végre. A ballagás nem az, mikor testnevelés órán vonszoljuk magunkat, ahelyett, hogy futnánk. A ballagás nem az, mikor ebédszünet után lassan bandokolunk, hisz az óra megvár. A ballagás nem az, mikor lassan, lődörögve sétálunk a délinén nagyokat röhögve. A ballagás nem az, mikor digitális térben elmondunk egy verset, és ezzel itt a vége. Hogy mi a ballagás? Vagyis mit képzeltünk, mikor szeptemberben iskolába jöttünk? A ballagás az talán a lassú, lógófejű séta, ahol hárman megyünk együtt, virággal borítva. A ballagás az az, mikor a kopott folyosókon, kicsit meghatódva, lassan körbejárunk. A ballagás az az, mikor séta közben szemünket törölve mosolygunk egymásra. A ballagás az az, mikor meg-megállunk, hisz a sor hosszú, így egymásra várunk. A ballagás az az, mikor véndiákként az iskolát bejárva együtt énekeljük, felbúcsúzásra. Hogy a ballagás mi? Igen, mi csak sejtjük. Vagyis otthon ülve inkább csak képzeljük. Ballagunk ma együtt kopott folyosókon, üres tantermekben és kint az udvaron. Ballagunk ma együtt virtuális térben, képzelt sorfal között, kiöltözve szépen. Ballagunk ma együtt vissza-visszanézve, a földesben töltött 4, 5
és 6 hosszú évre. Kedves iskolatársaim, kedves szülők, rokonok, barátok! Tisztelt kollégáim, tanáraim! Nagy szeretettel köszöntök minden ünnepeltet és az ünneplőket, mindenkit, aki figyelmével megtiszteli iskolánkat és végzős diákjainkat. A ballagás, a szép ruhába öltözött, kezében virágcsokorral, vállán tarisznyával, iskolán folyosóin egymásba kapaszkodó végzőseink ünnepe. Az évtizedek alatt hagyományjá nemesedett, a friss virágoktól illatozó, gyönyörű termekben tartott osztályfőnöki óra, az utolsó foglalkozás végét jelző hosszú csengetés, majd a meghitt csend és a némaságot feloldó énekszó. Az udvaron várakozók is tudják, érzik, még néhány méltóság teljes perc, és feltűnnek az iskola megfakult zászlója mögött az ünnepeltek, és akkor megkondul a harang. A mi harang. A búcsúztató 11-esek sorfalat állva köszönnek el idősebb iskolatársaiktól. Tudják, jövő ilyenkor rájuk kerül a sor. A búcsúzó tanítványaink szalagot kötnek a zászló útjára. A ballagási ünnepségen az utolsó tanítási nap felemelő pillanataitól csillogó szemeket és kipirult arcokat láthatunk. A fennkölt hangulat egy pillanatra sem hagy magunkra. Akkor sem, mikor véget ér az ünnepi műsor, és a családtagok és a barátok körülveszik a ballagást. Készül még néhány közös fotó a léleknek kedves emberekkel, még egy ölelés a legjobb barátokkal, és lassan kiürül az udvar, az iskola. A gimnáziumi bizonyítvány már megtelt. A diák élet lelkünkben mégis folytatódik. Földes diákok voltunk, és azok is maradunk. Vannak osztálytársaink, tanáraink, osztályfőnökeink. Van iskolánk, aminek kapuja mindig tárva. Elég benézni a kopott nagy faajtón, azonnal ismerősek a színek, a hangok, a falak, a hangulatok és az emberek, akár évtizedek múlva is. Nem csak a bizonyítvány igazolja, hogy ide tartozunk. A ballagás egy egyszeri alkalom. Már ennyi is elég lenne ahhoz, hogy különleges legyen. Ám ezt az ünnepet az addig eltelt idő és az idáig megtett út teszi emlékezetessé. Ez az út az iskola választással kezdődik, ami minden családban nagy körültekintéssel történik. Vannak, akik a jó híréért, vagy egy tantárgyért, esetleg egy tanárért lelkesülve választották az iskolát. És vannak, akik a családi hagyományt viszik tovább. Sok földes istára tablóképről néz le a testvér, a szülő, a nagypapa, nagymama. Az iskola választás sikerét leginkább a ballagás igazolja. Az új élményeket adó első napok emlékét gyorsan elhomályosítja a tanórák izgalma, majd a sokféle megmérettetés. De talán az óráknál is több emléket adott a kopaszavató, a diákigazgató választási kampány, a szalagavató, a földes bálok, a kulturális napok és a földes estek. Mindenkinek van emléke a napokat, heteket igénybe vevő színdarab és táncpróbákról, az osztályok között hirdetett foci és kosárbajnokságokról és a futás felmérésekről. Az osztálykirándulások, a szakmai terepgyakorlatok a tanév talán leginkább várt és legfontosabb esemény. Aztán jön a tanévzáró, ahol jó érzés volt hallani a nevünket, átélni a befektetett munka elismerését. A Földes Ferenc Gimnázium legértékesebb kitüntetése a Földes Plakett. Ebben évente az a legfeljebb 2 végzős diák részesülhet, aki hírnevet szerzett iskolának, tanulmányi munkájával, magatartásával kiemelkedett, és példaként állítható a tanuló ifjúság. A kitüntetést a tantestület ítéli oda, kiosztása a ballagáson történik. Az első díjazottunk a 12. B osztály tanulója, kedves Lilla.
Kimagasló tanulmányi versenyeredményekkel rendelkezik, 6 éven át jeles tanuló. A kulturális napra a diák színpad kategóriában többször saját ötletét valósította meg osztálytársai bevonásával. Közösségi munkája meghatározó, a diákigazgatói választási kampány, valamint a szalagavató műsor kialakításában meghatározó részt vállalt. Fontosabb eredményei. 9. osztályban a kulturális napon szerzői különdíjat kapott. 10. osztályban a novella kategória ezüst minősítettje. 11. osztályban az Edő diák színpadon kategóriájában ezüst minősítést kapott. A Dráma OKT-ben a második fordulóba került. Cambridge felsőfokú nyelvvizsgát tett. 12. osztályosként a legjelentősebb eredménye a Dráma OKT-b 3. helyezése. Az Irodalom OKT-b 31. helyezése. Nemzetközi Nyelvészeti Diák Olimpián a válogatóverseny középdöntőjébe jutott. Gratulálok! Földes plakett másik díjazottja, a 12. C-osztály tanulója, Csécsi Marcell. Jeles tanulmányi eredmény és példamutató magatartás jellemzi. Iskolai és iskolán kívüli programokon is aktív, ugyanakkor szerény, önzetlen diák, az osztályközösség elismert tagja. A 2016-17-es évben elért legkiválóbb eredménye a 8. anyagtudományi versenyen elért országos második helyezés csapatban. 2017-18-as tanévben az Irinyi János középiskolai kémia versenyen országos 7. helyezést ért el. 2018-19-es tanévben az 5. Baláh György országos középiskolai kémia versenyen 3. helyezést ért el. A középiskolai kémiai lapok Keresd a kémiát feladatmegoldó versenyében 1. helyezett. Felvidéki Magyar Matematika versenyen egyéni dicséretet kapott. A 2019-es 20-as tanévben 1. helyezést ért el a Nagy László fizika versenyen. A Kémia OKT-n a 28. helyig menetett. Gratulálok mindkettőjüknek! Az itt töltött évek értelmét a felhalmozódott tudás, az élmények, és az életen át kísérő értékek adják, ami ott van minden végzős vállán kapaszkodó tarisznyában. Benne van minden, amit itt a falak között elfogadott, megszokott. Ez a tarisznya láthatatlan, de hatalmas. Mégsem teher. Ezt a tarisznyát egész életünkben mindig, mindenhová visszük magunkkal. Sosem tesszük le, mégsem kopjuk. Az itt töltött évek értelmét a velünk együtt iskolába járó emberek adják, akik reggelenként egyszerre érnek az iskola kapujába, és türelmesen araszolgatnak be egymás után, akiket az osztálytermek falai vesznek körbe, és a nap felét együtt töltik, akik hangosan üdvözlik egymást a folyosón 2 óra között, akik kölcsön adják a tankönyveiket, vagy átküldik a háziaikat, akikkel együtt lehet ebédelni, délután edzésre, próbára, szakkörre menni, és hazaérve azonnal felhívni, megkeresni az órai jegyzetéért, a házi feladatért, vagy csak úgy, mert már fél órája máshol van. Az itt töltött évek értelmét a velünk együtt iskolába járó emberek adják, akik figyelő tekintettel kérik számon a múlt óra anyagát, és a sikeres vagy a kudarcos felelet után 5 perc alatt elvarázsolnak a világ valamelyik csodájával. Kedves diákok! Amikor rátok gondolok, 18-20 éves, életerős fiatal emberek jutnak az eszembe, akikkel éveken át együtt készültünk az óráinkra, mi tanárok értetek, ti diákok magatokért és mindannyiunkért. Ma ünneplünk. Megünnepeljük, hogy mindenki befejezte középiskolai tanulmányait, hogy felkészülten néz az érettségi elé, hogy összegyűjtötte mindazt, ami a továbbtanuláshoz, a felnőttek világában való eligazodáshoz szükséges.
Ma megünnepeljük, hogy elkezdődik az élet egy új szakasza, a szabad döntések ideje. Választás a tanulás, a munka vagy a semmittevés között. Döntés a prioritásokról, a szükségletekről, az igényekről, a vágyakról, a felelősségvállalásról. Kedves ballagó diákok! A ballagás napja ebben a tanévben 2020. április 30-a. Ma minden másképpen van az előző évek ünnepségeihez képest. Az utolsó óra a virtuális térben zajlik. A csengetést, az iskola harangját a számítógép közvetíti. A diáktársak, a barátok és családtagok, és maguk az ünnepeltek is, otthon maradtak. Az osztálytermet emlékeink díszítik, az iskola csak egy üres épület. Mindenki tudja, mi történik, tudja, milyen nagy a baj, és talán azt is sejti, mi az ára, hogy vége legyen. Lehet várni megadóan, beletörődéssel. Igen, úgy is lehet. És lehet várakozás helyett tervezéssel, felkészüléssel tölteni az időt, ahogy akkor is tettük, amikor reggelente az iskolában találkoztunk. A társadalom tudósok szerint a modern korban a hagyományos emberi kapcsolatok is átértékelődnek. Otthon ülve sok idő állt rendelkezésre, hogy az álmokból tervek legyenek, és elég idő volt felkészülni, hogy a tervek megvalósuljanak. Közben volt idő átgondolni az emberi kapcsolatokat, újraértelmezni a lehetőségeket, a feladatokat, a kötelezettségeket, a szabadságot. Kaptunk időt megérteni, mit jelent az egészség, a család, a barátság, az együttérzés, az iskola, a remény. Mi a digitális munkarend ideje alatt is megmaradtunk közösségnek. Mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy minél nagyobb a baj, annál inkább számíthatunk másokra. Tovább dolgoztunk és tanultunk. Kihasználtuk az általunk ismert virtuális világ minden lehetőségét. Az elmúlt hetekben talán még többet tanultunk egymástól, és talán még többet tudtunk meg egymásról, mint a megelőző időben. Az új tanulási technológia lelkesítő érzése régen elszállt, de a tanulás és a tanítás folyamata egy pillanatra sem szakadt meg. A közös célok még világosabbá váltak, de azért nagyon sokat kellett gondolkodni, próbálkozni és tenni. Köszönet minden tanárnak, akinek az elmúlt hetekben egymásba folyt az éjjel és a nappal. Köszönet minden diáknak, aki az új körülmények között is folytatta a felkészülést. Köszönöm tanítványaink szüleinek, családjának, hogy a mi munkánkat is segítették, támogatták a tanulási feltételek biztosításával ezekben a nehéz időkben. Kedves tanítványaink! A középiskolai tanulmányok összegzését és az egyetemi továbbtanulás feltételét jelentő érettségi vizsga is más lesz ennek a tanévnek a végén. Nagyon bízom abban, hogy a technikai különbség senki esélyét nem csökkenti célja elérésében. Olykor előfordul, hogy valami nem a tervek szerint alakul. De ne legyen ez nyomasztóan nagy. Kedves ünnepeltek! Ebben a tanévben számos, előre nem látható változást éltetek át. Sokan, életünkben először, most éltek legfontosabb polgári jogukkal, a szavazati jogukkal. Az önkormányzati választások eredményeként városunk vezetése is megváltozott. Veres Pál, Földes Ferenc gimnáziumot több mint 2 évtizeden át irányító igazgatója, többség akaratából Miskolc polgármestere lett. A szalagavató ünnepségen az igazgatói köszöntőt a polgármestertől hallottátok. Soha nem látott pedagógiai kísérletben vettetek részt a digitális munkarend bevezetésével. Ti vagytok a Földes Ferenc gimnázium történetében az első évfolyam,
amelyik ballagás akkor a biztonságos internet kapcsolatra és nem az időjárás alakulására figyelünk. A TIEF folyamatok az egyetlen, amelyik a 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi rendszerben írásbeli vizsgával maturál. Ez a néhány példa is mutatja, rendkívüli időket élünk. Ennek alakításában fontos szerepet vállaltatok. Köszönjük, hogy együttműködtetek. A jövő formálásában most már ti vagytok a főszereplők. Képzettek, okosak, kreatívok, tehetségesek, érzékenyek és nagyon jó emberek vagytok. Megvan bennetek a tudás, a képesség, hogy olyan világot alakítsatok ki, amiben a képzett, az okos, a kreatív, a tehetséges és a jó ember is boldogságban élhet. Sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm a figyelmet. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, ez alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Kínáld őket gyümölcsel, almafa. Tanítsd őket, csillagos éjszaka, tanítsd, melenges te is, drága nap. Csempész zsebükbe titkos aranyad. S ti mind élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok. Vadvillámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek, szeressétek, kiket szeretek. Kedves ballagó diákok! Nehéz most szólni. Nehéz mit mondani, mikor történetetek itt a földesben ilyen furcsán megszakadt. De tudjuk, hogy mitől függ az, hogy egy történet jó-e. Attól, hogy hol kezdjük, és meddig meséljük. Így én csak emlékeztetni szeretnélek titeket most, ebben a nehéz helyzetben arra, esetleg mire érdemes emlékezni. Mit vigyetek magatokkal földesista éveitekből. Az első izgalommal teli napot a földesben, míg az újdonság varázsával. Majd a megszokottság nyújtotta biztonság érzését. A lassan és gyorsan telő napokat. Az első órában és a hetedik órában írt dolgozatokat, a nyolcadik órás fáradtságot, de a szünetbeli nagy nevetéseket is. A veszekedéseket és a kibéküléseket. A nehezebb úton járás szépségeinek felfedezését. Az éjszakában nyúló tanulásokat, de annak gyümölcseit is. A kopaszavatót, a kulturális napokat, a kampányt és a nagy kirándulásokat. A tanulmányi versenyek izgalmait. Egy megfelelő pillanatban kapott tanári bíztatást. A folyosón összemosolygásokat. A barátokat, akik később is veletek maradnak. És leginkább azt, amiből ezekben a hetekben hiány volt, a valódi, emberi kapcsolatokat. Földesbeli történetetek epilógusa, az utolsó néhány oldal még hátra van. Ezek az érettségi oldalai. Remélem, hogy a körülményekhez képest méltóképpen tudjátok befejezni azt a munkát, amelyeket az első napotokon kezdtetek el, és azt, hogy az érettségi után mindannyian meg tudjátok valósítani azokat a célokat, amelyeket magatok elé kitűztetek.
Kívánok az itt maradó földes diákok nevében minden jót, Szabó T. Anna szavaival búcsúzok. Bátorság. Indulj. Meg ne torpanj. Ne kérdezz, hogy a célod hol van. Kösd könnyű kendőt, kösd sarut, ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezett, tám mindegy is hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell. Kevés elég. A tűz, a föld, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőből is égre lát. A 12. A Zsigmond István szavaival búcsúzik. Csak egy osztály voltunk, egy osztály, amelyről néhányan túl sok jót hittek. Később sokan azt gondolták, tévedtek, hitték, gondolták, és talán senki nem tudta, kik voltunk valójában. A 12. B osztály egy komoly tapasztalattal búcsúzik. Az élet nem habos torta. A 12. C osztály Steve Jobs szavaival búcsúzik. A turista osztály ugyanakkor landol, mint az első osztály. A 12. D osztály a Cosmo filmből kölcsönzött szavakkal köszön el. Egyetlen DNS molekulátban annyi atom található, mint ahány csillag egy tipikus galaxisban. Mindnyájan apró univerzumok vagyunk. A 12. E-osztály a Solvay szavaival búcsúzik. Hát hajózzunk együtt most, kalandos szívek. Majd rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer elképzelt hajnalból valódi reggel. Ki éjjel remény.
reményt csal a csillagoknak. Bízom benned. Csak egy pár nap is csendben felnövünk, és a régi szobánkból kiköltözünk. Ugye jó, ugye jó. Sok emlék a polcokon ott marad, nekünk lassan már játszani nem szabad. Ugye jó, ugye jó. Furcsa dolog, hogy az emberek csak úgy lépnek át másokon. A felnőttek birodalmában csak egy lány leszek félúton. Mondd el, mire számítsunk, ha messzire indultunk. Te féltél-e a gondoktól, a mában a holnaptól? Hogy a szól ma a rádió, nekem a filmekben mások az űrhajó. Túl szépek a jelmezek. Én úgy tudom, hogy az emberek nem csak úgy lépnek át másokon. A felnőttek birodalmából, ahogy ők kicsit visszakívánkozom. Mondd el, mire számítsunk, ha messzire indultunk. Te féltél-e a gondoktól, a mában a holnaptól? Mondd el, mire számítsunk, ha messzire indultunk. Te az ég a háttérben, majd szólj, ha szabad.
ütemesen, a szél kiszáll, de ő az egyetlen. Van most gyorsan, kéne egy fénykép. Tartsd így, ne mozdulj meg, bárcsak örök benne. Tartsd így, ne mozdulj be, bárcsak örök benne, ami jó. Tartsd így, ne mozdulj meg, bárcsak örök benne. Tartsd így, ne mozdulj be, bárcsak örök benne, ami jó. Szöket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kénemelt vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, kandor szívek, majd rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer. Elképzett hajnalból valódi reggel. Senkinek a terhére, de egyszer üzenek, vagy írok levelet, 5 év múlva pedig majd újra itt leszek.